nyilvánvalóan máshogy néz ki, de egyébként mind a kettő egy modern lány. Tehát olyan értemben nincs különbség, hogy, hogy valami teljesen karaktertől elütő szerepet kellene eljátszani, azok izgalmas dolgok. De szerintem, anélkül, hogy különösebben ismernélek, mert most találkozunk először, ez szerintem egy hozzád illő szerep, egy olyan lányt kell alakítani, aki valamiben úttörő. Azt hiszem, hogy igen. Nyilván a Gyurival mi sokat beszélgettünk róla, meg sokat próbáltunk előtte ilyen mindenféle kis termekbe, akkor nem volt még ez a szép közeg hozzá. Kellett nyilván valami hangvétel találni, valami, főleg a beszédre nagyon szeret ezt, hogy roncsolva van, hogy darabos, hogy tőmondatok vannak, hogy keveset beszélünk. Mondjuk, ha valami különbség van, az, hogy őt szűk szavú nő, az biztos a filmben. Magához a korhoz mondjuk kaptam, tehát nekem van otthon a számítógépen egy gerilla pakkom, mappám, amiben nyilván mindenféle, ugyanúgy olvastam nőkről, akik részt vettek már lassan az oktatás terén, meg ebben a mindenféle orvoslat, gyógyítás, nem tudom micsoda. Akkor volt egy orvosszakértő, akivel találkoztunk több alkalommal, átbeszélni ezeknek a különleges orvosi eszközöknek a használatát, hogy hogy áll, hogy fogod a kezedbe, mire alkalmas, mire használták. Akkor beszélgettünk gyógyfüvekről, gyógymódokról, hogy mi lehetett az, ha már egy erdőbe ragadnak az emberek, mik azok a növények, amihez hozzá lehet nyúlni, hogy a filmen is az valósághű legyen, hogy amit leszedek, annak értelme van, mert abból mindenféle ilyen mozsárba összetörve lehet készíteni kenetet, meg hasonló. Igen, az nekem nagyon tetszett, hogy nagyon valósághű a dolog, tehát hogy információhiány van, hogy koszosak, nem tudják, mi történik, hogy nagyon picike, beszorított közösség, minden külső előzetes tudás nélkül, azt se tudják, hogy egyáltalán létezik-e még az az ügy, amiért harcolnak, hogy ki kivel van, és olyan picike belső közösség, azt el lehet képzelni, hogy ilyen bármikor lehet. Talán a mai korhoz képest az a legnagyobb különbség, hogy semmilyen információs eszközük nincsen, tehát nem tudják, hogy mi van. Amit nagyon szerettem benne, hogy alulnézetből mutatja, mert ez egy nagyon heroizált időszak, mindenki találkozik vele iskolai ünnepségeken, mindenkinek a fejében van egy 48-as kép, ami tényleg egy csomó olyan heroikus pózzal van tele, ami egyáltalán nem baj, mert voltak ilyen részei, de hogy közben ezt emberek csinálták, és szenvedtek, meg belehaltak, meg megszültek a koszba, a mocsokba. Budapestről, meg belvárosról tanuljuk azt, hogy itt mentek ezek a mozgalmak, jöttek, vonultak papírokkal kezükbe, kitűzték a pontokat, olvastak, költők, írók, nem tudom micsoda, és végülis ezek meg teljesen egyszerű emberek, akik valamiben hisznek. Ez egy jó kérdés, hogy végülis kik a hősei ennek a szabadságharcnak, ugyanúgy hősök azok is, akik dobot pergetnek, és ugyanúgy hősök azok is, akik éppen menekülve. Hát mindig hős a hétköznapi ember. Pont egy ilyen kis mikroközösséget mutat meg belőle a film, meg pici emberi dolgokat, hogy ugye ami az egésznek a kiinduló pontja, hogy fölcsapjon-e katonának, vagy nem, besorozzák-e, vagy nem, vagy cserél a testvérével, vagy nem. Amiről tudjuk, hogy megtörtént nem egy esetben, hogy tényleg cseréltek emberek. Meg nagyon sokszor sorsolták a katonákat például, hogy ki az, aki menjen, és akkor a véletlenen múlt, hogy ki lett a hős. És ez nem csak a nagy tábornokokkal, akik benne vannak a történetkönyvben, történt meg ugyanígy, hanem a kis emberekkel is. Ez, hogy kiből lesz népfelkelő, vagy akkor mondták gerilla, az tényleg nagyon a véletlenen múlt. Erre állomásozott egy csapat. Az öcsémet keresem, Maguro Antalt. Ő is köztük szolgál. Állj meg! Izen Unga? Ja. Antal, minek jöttél ide? Bro, mit csinált az elmúlt évben? Harcolt? Milyen csapatnál szolgáltál? Mi a rangod? Barnabás! Nem mondanám el. Hallottál valami hírt? Idefele egy honvéd mondta, hogy Görgei tábornok megadta magát a világosi vádnál. Nem hiszem, Petyka.
Akkor a Barnabás. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Hogy a törvényes szolgálati kötelességemet pontosan teljesítem. Lőd le. Hogy a törvényes szolgálati kötelességemet pontosan teljesítem. És teszek hűre az alkotmánynak, törvénynek és a hazának. Isten engem úgy segíjen.